A kulturális élet bizonytalan ideig leállt Miskolcon is. A színházakban próbák vannak, a vár pedig vasárnaptól nem látogatható. Közben kampány indult a kulturális területen dolgozókért. A közösségi oldalakon összefogásra buzdítják egymást az emberek. Azt kérik, senki se váltsa vissza a jegyét. Nagy a csönd a művészetek háza környékén. Az egész világot érintő koronavírus járvány miatt itt is elhalasztották a rendezvényeket. Nem csak a művészetek házában zárt be a mozi és a nagyterem, a Miskolci Kulturális Központ összes rendezvénye elmarad a közeljövőben. A Diósgyőri várat március 15-én nem fogjuk nyitva tartani, és úgy döntöttünk, hogy vendégeink és a kollégánk védelme érdekében a jövő hét hétfőtől már nem látogatható a Diósgyőri vár. Ezen kívül a Vasgyári Közösségi Ház az, amelyet bezártunk, hiszen itt leginkább nyugdíjas csoportok működnek. A színházban próbákat tartanak, az előadások a kényszerleállás idején is készülnek. A színház vezetése bízik abban, hogy mi hamarabb újra megtehet a nézőtér. Elfogyott a levegő most körülöttünk, de a színház normál menetben folytatódik tovább, próbák lesznek, folytatódik a gyártás. Megpróbálunk úgy tenni, hogy csak az előadás nincs, azért ami a legfontosabb, és megpróbálunk előkészíteni új előadásokat. Ne válts vissza jegyet! Kampány indult a kulturális területen dolgozókért. A közösségi oldalakon összefogásra buzdítják egymást az emberek. Azt kérik, senki se váltsa vissza a megváltott jegyét. A kulturális területen dolgozóknak ugyanis gyakorlatilag egyik napról a másikra megszűnt a munkájuk. Mindenki bízik abban, hogy hamar visszaáll a régi rend, de a művészeknek jól esik, hogy a közönség figyelme ilyen módon is rájuk irányul. Nagyon örül mindenki, aki az előadó művészetben dolgozik, hogy a nézők részéről egy ilyen kezdeményezés elindul. Én azt gondolom, hogy ez a helyzet, ami most így kialakult világszerte, és senkinek nem fogja megkönnyíteni az életét, és az jó érzés mindenkinek, hogyha érzi, hogy valaki mögötte áll és támogat. A Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjeire is akkora az érdeklődés, hogy nem volt kérdés, azokat is halasztani kell. Április közepéig mindent lemondtak. A művészvilág abban bízik, hogy az egész világot érintő koronavírus járvány minél hamarabb megszűnik. A kényszerszünetet arra használják mindenhol, hogy a tilalom feloldása után újra közönség elé állhassanak.